bujdosó székely, tekints fel az égre, nézd meg, hogy tőle milyen keletre, nézd meg, hogy a felhő hogyan keletkezik, székely ország felé hogyan közeledik. Bújdosó székely, tekints fel az égre, nézd meg, hogy tőle milyen keletre, nézd meg, hogy a felhő hogyan keletkezik, székely ország felé hogyan közeledik. Hol vagytok székelyek, e földet bíztam rátok, elvették tőletek más élet hazától. Hol vagytok székelyek, e földet bíztam rátok, elvették tőletek más élet hazától. Meg volt ostromozva, Kárpátok Szentbécét ő is koszorúzza. Őseinknek sírja, hogyha kinyíll a nap, Árpád vezér hangja onnan kiszólala. Hol vagytok székelyek, de földet bíztam rátok, elvették tőletek más élet hazától. Hol vagytok székelyek, de földet bíztam rátok, elvették tőletek más élet hazától. Hol vagytok székelyek, elvették tőletek. Hol vagytok székelyek, elvették tőletek más élet hazától. Erdély meg volt verve, meg volt ostromozva, Kárpátok Szentbécét ő is koszorúzza. Őseinknek sírja, hogyha kinyíll a nap, Árpád vezér hangja onnan kiszólala. Hol vagytok székelyek, de földet bíztam rátok, elvették tőletek más élet hazától. Hol vagytok székelyek, de földet bíztam rátok, elvették tőletek más élet hazától. Hol vagytok székelyek, de földet bíztam rátok, elvették tőletek más élet hazától. Hol vagytok székelyek, de földet bíztam rátok, elvették tőletek más élet hazától. Csak arról álmodtam, hogy egyszer majd zenész leszek. A színpad, a fény és a sok-sok csillogás gyermekként álom csupán. Oly sok év és kitartás a gyermekkor elrepül, felnőttem, és azóta az álmom teljesül. Minden dalom hozzád szól, neked írtam minden jó szavát. Hallgass meg hát, bár
is fedez fel önmagad. Gyere állj most mellém, hidd el, neked is jut majd fény. Akarnod kell ennyi az egész. Születésünk időpontja egymás mellé sodort minket. Együtt nevelkedtünk fel, az óvodai élményeink és emlékeink is közösek. Talán ez az utolsó alkalom, mikor falunk egykorú születtei, a 18 évesek, itt állhatunk azok körében, akik szeretettel vettek körül a családban, és a helybeli, nevelői, vezetői és egyházi intézményekben. Biztonságot ad a szüleink büszke tekintete és neveléink biztató mosolya. Szerettük volna igazi ünnepé varázsolni ezt az estét, melyre odaadóan készült. Fogadják hát szeretettel az idei nagykorúsító bárra előkészített ünnepi műsort. Kérem az első bataget. Doktor úr! Hát kösz cigán. Hát doktor úr kérem! Azt mondtam, de régi csórira cigán. Igaz, megkaptam a lábi, tavaly ilyenkor az ingem alá vette. Na most mondja cigán, hol van? Csapos doktor, meghoztuk a fal, hova nyitás? Jöjjön a következőben! Jó napot kívánok! Mi a baj? Beszéltem. Hogy vagy? Nekem az ég mögött a világon sehol sem fasz. Hát akkor mit jöttél? Megütettem a lábam. Mivel? Igazán én sem tudom, mert nagyon sokan vannak ott kint, és nem vettem észre. Megütettem azt a lábam? De tulajdonképpen miért jöttél, ha nem volt semmi baj? Mondtam már, megütettem a lábam, de én ebből nem csinálok nagy dolgot. És a váraterembe miért jött? Várom a feleségemet. A feleségét? Nem tudtak egyszerre jönni? Úgy látszik, nem érti, doktor. A feleségemet várom Bukarestből, azért is jöttem ide, hogy teljen az idő. Képzelj el, doktor. Előttem akasztotta fel magát az anyósom. És lehalta? Dehogy is, még nem volt meghalva. Kérem, azonnal tegyem a hajdot kívülről, és tanulja meg, hogy ez nem vendégvárosszoba, hanem orvosi rendelő. Kifelé? Na féljen, feljelentem én magát a megyét. Gyere a következő beteg! A falfa! Ég a karácsonyfa! Dehogy is kislányom, csak világít. A puszi! Világít a függöny! Jó! Hú, a súlyanika! Gyere a következő beteg! Jó napot, doktor úr! Jó, a kedvesem! És hol fájlál? Ó, doktor úr, bizsergést érzek a lábujjaim között. Itt, doktor úr, a két nagy lábujjam között. Bár még jobb lesz. A szívem, nem kell annyira kétségbe esni. Ön még fiatal lehet segíteni a bajon. Ó, ezen talán sohasem. Hát közele tudjam megvizsgálni. Ó, Istenem, milyen kedves, milyen jó a doktor úr, milyen megértő férfi. Az én szívem csak a doktor úrért fáj. Ne tessék közbeszólni! Azt csak én tudom, hogy mi dúl bennem, amióta a doktor urat ismerek. Kérem, vegyem feleségül, ön nagyon jó fizetést kap, abból mi ketten urason megélnénk. Elég vegyünk! Itt neked ne komolyan van! Most itt! Hagyjon békén maga, vén számára, mi képzel róla, mi vagyok én? Tudja meg, hogy a megyéni jelentést teszem? Nyugodtan! Gyertek át, keszokat! Jó! Jó! Jön, bácsi, jön le! Jó, nagyon meg! Tessék a fáj foglalni! Kérem, egy pillanat. Nincs is ott semmi zó, csak a fülámbába. Olyan, mint a hagyaszó. Majd nekem minden pócika. Családi betegség, mi volt az édesem? A tüdőbaj. Jó, de mit csinál? A kölgöt. Jó, de ebben nem lehet megélni. Meg is halt, szegény. Na jó, hogy? Szédű! Most jelenleg nem annyira, mint amikor a laskasírt a fülám tevét átokta. Micsoda vaskesítőről beszél, bácsi? Azt kérdeztem, szédül-e és osztja a kezérzete? Mondom, doktor úr, mikor szédült-e?
Ha a rossz a kezében, ha már úgy ne volna, amikor úgy csajog minden porcikám. Mondja, ezt a fájdalmat mikor érezte először? Körülbelül előtte fél óra. Egybejött magára, vagy csak úgy kicsidenki? Kicsidenki, doktor, kicsidenki. És hol érezte először? A nyakamon. És azután? Azután a hátamon, a karomon, a fejemen, a faromon, mindenütt, ahol ég. Fájdalma előtt mit tegy? Itt a... Megvan! A pálinkartot meg a bácsinak. Azt én is tudom. Hát tudtam, miért jött ide? Ám jó szantamból jöttem ide, nem muszáról. Csak szükség törvény volt. Én kényszerítettem? Ám a feleségem elő menekültem ide. Hát a feleségem miért kárgatta ide? Az alapkozott nem ide kárgatott, de én csak ide tudtam megugrani. Hát talán biztos óta állás kesérítél. Kérdezz! Azonnal álljon fel, hogy jön a rendelő. Tanulja meg, hogy ez nem csendőrség, nem menedék, hanem orvosi rendelő, legyen szíves az ajtót kívülről, de jó sebessen. Köszönöm. Jöjj a következő beteg! Jó napot, nagy Csárgyus doktor úr! Kedj csak rám, én drága, hol fáj? Jaj, doktor, nekem még a kicsi körmöm is fáj. Csak nem várt, hogy magad is alas kosirítél? Engem a jó Isten várt meg, drága doktor úr. Mert amikor én fiatal voltam, nem így mozogtam. Most nem tudok menni. Elhiszem azt, Dili, de most azt tessék mondani, hogy hol fáj. Ne! Azért, doktor úr, mégis egyszer én lebetegedtem ott, emlékszem. Szegény édesanyám vitt volt a doktorhoz. Hogy előttem van, drága édesanyám képe? Elhiszem. Mondja, hogy hol fáj. Hát képzelje el, doktor úr, én ha itt nyomom, fáj. Ha itt nyomom, itt is fáj. S ha ott nyomom, ne, még jobban fáj. Jó. Jó! Hát néni drága, magának az új állat törve azért fáj mindent, ahol mondja. Elugye! Hát mit csinál akkor? De doktor úr, egyébként a fülem is fáj. Akkor... S most mi fáj? Most? Ebben a pillanatban? Nem jó, nem jó kérdezze. Úgy kérdezze, hogy mi nem fáj. Mert az öregség fájdalommal jár. Fáj nekem a szemem, a vállam, a térdem, a hasam is fáj. Jó, még négy embernek is elég lenne. De milyen balaszonyban van például a szemére? Hát doktor, képzelj el, mikor iszom a teát, a jobb szemem úgy szúr. Szúr? A néni, amikor iszol a teát, tudja, a bögrében van egy kis kalan, amivel összeszokott avarni a cukrot. Úgy van ez? Van, van, van. Ha legyen szíves, emelják ki, tegyen a padra, és úgy ügye meg, mert hanem a szemünk ki fogja szúrni a padra. Jó, 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 jó. De egyébként még van szememre panaszolni való. És egyéb van? Hát mondom, a szememre nem látok. Mert amikor én 18 éves voltam, és sütétben elesett egy magszem, én azt megkaptam. De most nem látok. Hát esetleg egy szemüveget írunk fel, tudja? Szemüveg nem kér nekem. Hát az milyen? Hát én mondom, jól láttam még 40 éves koromban, sem most van baj vele. Mondjon valamit, Rea. Csak a szemüveget tudom nézni, drága. Rendben, de egyéb palaszolja, hogy olyan nincs, készen is volt. De doktor úr, a szemüveggel hogy menjek? Hát soha életemben nem volt. Esetleg egy kicsi korpali borogatás, nem ebből volna jó. Próbálj meg írni, elmehet. Jöjjön a következő beteg. Jó napot kívánok, doktor. Hát csókolom, szervusz. Mi a baj? A kislányom nagyon beteg. Hol fáj, nagy leám? Fáj szegénynek a feje, a gyomra, a mállá és nagy a láza is. Gyere, pucar, már izgálják meg. Higgye, ennek a gyereknek van egy jó tüdőgyulladása. Tartsd csak ki a kicsi szádat. Tartsd ki a nyom kicsi szádat, mert a doktor bácsi csokoládérudat dug bele. Higgye, ennek a gyereknek még van egy lennyes gondolatgyulladása. Ajnak meg szívem, írjak receptet, öltöz fel nyugod. De doktor úr, kérem, ne tessék orvosságot írni, mert az a csöpség le nem tudja nyelni. Hozzáhozott. Én sem tudom lenyelni. Mindig kiköptem. Nyugodjanak meg szívem. Nem is orvosságot írok, hanem. Irákció! A gyereknek vasi anyó, vasat írom. Doktor úr, a pénz nem számít, írhat aranyat is. Csak éppen inekciót nem, mert az a csöpség kétségbe is esne, ha inekciót találna rendelni. Tisztán az apja, az sem meri soha az inekciót támadni. Hát mit írja magak, édes szívem, ha sem orvossal, sem inekció nem kell. Hát tessék valami tetracint, vagy penicillint rendelni. Jó, akkor írok penicillint 12 darabot, mivel a csöpség nem kell találni az inekció. Ide az a vada csöpséget kell találni, és érti? Értem, doktor úr, hogy ne érteni. És nagyon hálás leszek, hogy sem orvosságot, sem inekciót nem tetszett rendelni, csak penicillint.
Jó napot kívánok, doktor. Köszönöm szépen a doktor bácsinak, hogy kezit csókolom. Kezit csókolom. Jöjjön a következő! Végre megszabadult látni az olyan harag cselekedetét. Lássa kérem, milyen nagy a felelősséged magam fajta orvosnak. Nem veszi fel a magam fajta orvos ilyen kenyen a pénzet, igaz? Az egyik a szerelemért kenyenek, a másik a laska sírit eljön neki, és így tovább, és így tovább. Így megy az napról napra. És én? Hát nekem mindig kell olvassam. Ez így tovább nem nél. Szemtelenség. Becsület számomra szemtelenség. Az egyik idején azzal, hogy 18 évesen milyen jól látott, hogy a felség a bukarásban van, hogy ne pelicinit, vagy ne inakciót írok, hanem pelicinit 12 darab. Na jó, hogy azt nem követelték, hogy csokoládét írok a kicsi buvárnak, hogy 12 darab. De most már legyek, mert ha meg egy ilyen pacient talál itt kapni, becsület számomra megfutam oda. Jó éjszaka! Ó, elfogadok! Ó, meg kell vázzák! Meg kell bódulni! Jön a mal az, hogy ábekattal a bódbét! Ó, rá kell a püsted! Édesapám! Voltam a bódbénál, és azt üzenni, hogy egy foghúzás 5000 le. Mennyit a... 5000 le mondom. Na, hogy hát az eszét őrjek ki nyomai ott a húva. Hát az 5000 az sok. De beszéljette, hogy ne húzás. Rabla! Én szem vagyok húzásos, még én fizem sem. Hát de legalább utána nem fáj. Fogom látta, de az ahol régi. Akkor ne hallgasson, jó? Hát hallgass te, összetörlek. Pedig gondoltam, mondok valamit, de no. Jó, de ha mondok, jó, úgy bajra fogom, hogy kitekerem a nyakot. Képzelj el, édesapám. Mikor kijöttem a bódrétól, láttam egy olyan úrféle cicót, olyan ember, hát olyan úrféle embert, no. És aztán, az találkozott a sógor bátyámmal. Sógor bátyámtól kérdezte, hogy nem-e benne valamit, mert nagyon sok mindenem ott árulni van. És aztán, a sógor bátyám azt mondta, nincs. És erre azt is kérdeztem, hogy rossz órája van-e, mert ha van, ő úgy megjavítja, sógor bátyám erre is azt mondta, nincs. És aztán, azt is kérdeztem, hogy nincs-e rossz foga, mert ő azt úgy kihúzza, meg se érzi. Sógor bátyám erre is mit mondott, azt, hogy nincs. Sosztán! Hát gondoltam, hát ha ez az úrféle olcsóban kihúzza maga a fogát, mint a bordé. Olcsóban? Ha ide adját a leállat. Tessék, édesapám! Ha itt legyen a fülát, csak azt érted? Értem, édesapám! Na akkor fuss, mint a sebesszék, mondd meg annak az úrfélének, hogy jöjjön ide! Jó, édesapám! Néné, alvég te maradnak, csak tudod, mit akarod mondani. Hát azt, hogy jöjjön ide, édesapám! Néni, nehogy megmondta, hogy fáj a fogom, nehogy azt mondta, hogy fáj a fogom, már kitekere vagyok. Hát de nem fáj. Jó, egyszerűen meg át, hogy szabítsam azt a gyárnak. Még azt mondja, hogy nem fáj a fogom. Hát de azért... Néni, ügyel ide, erőst ügyel ide. Csak annyit mondj, hogy jön ide. Jó, csak annyit mondom. Talán megmondta, nem mert se hozzá. Jó. Jó, meg kell bolondulja. Jó, meg kell vassza. Tessék! Jó napot kívánok! Alá szolgál! Miért osztatot hívok? Jött a bánat, de már itt valamit ad. Szolgálatok kérem néhány dologban. Tükör, nyalóka, diszt, kápá, tovább ittok, tyúkszemet húzok, fogat, forrasztok, lábor, de nem itt mondok, fogat is húzok. Igen, ki? Nem akarok dicsekni. Minap is kenyergett egy egyetemi tanár, hogy beiratkozhassék hozzá. Az is meglát egy szorulva. Mi? Van ennek arról fogalma, milyen élvezetet nyújtok annak az illetőnek, a kihúzom-e fajos fogal? Mi az ki? Semmi. Kérem én a múltkó, leültettem az illetőt, előveszem a fogom. Mi az ki? Fogfaj? Semmi. Ó, jó. Mi az kérem? Fogfaj? Neki? Fogfaj? És neki? Tudja meg az úr, soha életemben nem fajta fog. Nem soha abban a büdössége. Akkor mi? Jó. Akkor miért tetszik jajgatok? Én jajgatok, én? Tudja meg az úr, milyen jó kedvem rég nem volt. Jó. Hát nem kiáltam figyelni ide. Jó. Jó. Jó, de magas, ez a vendég fogadó. Kedélyt leadta már, de ilyen ragyogót, mint a zenés jó. Te kis kedélyt, nem megyek a szomszédban, már biztos. Jó,
Jó, jó, de magas, jó, de magas, ez a OMD-kó. Megőrül! Ilyen aranykerítőt a zenén soha nem. Megint teszi a Fan Akadémba. Csak egyet mondanék, ha szabad. Mondja. Nem mindig ugyanezt a nóta a dalója. Végül egy hang. Nem mondja unom. Hiszen annyi édes dolgon, ezért meg ez. Valahogy én is szoktam dolgozni. Például a kácosú, s ha végig legyek rosszad én. Jó, de magad, jó, de magad. Ha jó Isten, kegyedet megviszem. Hajad, miért ide, hogy élek el itt alig? Kább azt mondja meg, hogy ott a sok fogat húz el. Rengeteget kérem, rengeteget. Csak itt már ebben a nyavajas faluban nem akadt még senki. Igen, már nem jó csinál. Úgy kéne, hogy előbb húzzak ki valakinek a fogat, talán a híre elmenne. Annyi fogat húzhatna, mennyit akar. Hiszen uraságnak tökéletesen igaza van, de kinek fajta fog? Aztán már senkinek. Jó, jó. Akácos úr. Ha végig megyek rajtad én. Nem dolog, nem dolog. Könyörgöm uram, adjuk már ezt a vendégfogadót. Kap dalójuk az anyja. Akácos úr, s ha végig megyek rajtad én. Nem dolog. Ezt a hullámzó kedély. Hát, azt mondom, már az úr az egész faluban álltam egy falas fogat. Ha húzom ki a jó fogat, úgyis elmenne a híre. Jó fogat? Hát ki, hol kapok én egy őrült, tehát aki kihúzatja a jó fogat? Hát teszem azt én. Hogy maga kihúzatja a jó fogat? Jó fogat, jó pénz, miért nem? Talán én elmondanám, hogy maga milyen fajnóhoz fogat, maga dagadta keresetné magát a faluban. Az ezt már tagadhatatlan úr remény. Aztán mennyit kéne uraságot, hogy kihúzzam egy jó fogat? Ha legyen 10 000. 10 000 kéne, még el osztod se, nem ugye jó? 9. 8. Itt lakuljok meg, 6,5. 7. Ne lássam meg a családot. Hopp. Ha jó van, tegyek ki a pénzt. Tessék. De azt én mutatom meg, hogy melyiket húzzak ki. Jó, pillanat. Hajk lenne! Hát itt halkunk! Hajk! Hát! Hát! Pillanat! Kint van! Itt a kézzel elvették volna. Mi? Itt a fogfaj. Akkor a fajt a fogom? Hát nem úgy, hogy vásztám meg. Maga kihúzatta velem a fajos fogat, meg én fizettem maga. Valahogy úgy, de csak ugyan dalolhatunk egyet. Hallja maga mit rőtt? Én azt, hogy nem azt a fogat húztam ki neked, mutattam, hanem a mellettel. Hallja maga mit rőtt? Én azt, hogy igen, nem azt a fogat mutattam, hanem a mellettel. Hé, hey, mit csinálsz itt, na mit, na mit? Mit csinálsz, hol voltam? Nem mondtam által meg rózsiékni te. Hát a rózsiéknik már rád kellene kültez a rózsiékot. Hát ahogy nem meglátnak. Na már dékor átmentél. Mit tél? Ha volt 3 óra fel, mikor átmentem. A déli aragszó, akkor úgy mentél le, mint a zsinó. Ezek máskor nem tudsz menni. Nem bizony. Ahelyett, hogy honn ülnél, és tüzelnél, és annak a malacnak enni adnál, vagy valami. Én az istalóba itt megérem egészni. Itthon vagy, fiam, adj enni. Adj enni valami ebédet szereltél el. Itt az alma segyed. Hm? Alma, ugye? Az bizony. Azt tettem délbe is. Hát most is délben azt teszem. Azt teszek el, és az ilyen fejrépa halsz, az ahelyett tartanék egy malacos disznót, és a malacokat eladna, az egyebek nem tud csinálni, át a rózsékos vissza. Á, úristen, úristen! Józsi! Józsi, te! A kutyacska úgy szorít! Ha ki kéne, nézd, fiam! Kit szorítottad? Ó, kit, a szeme világát, te mokra, nézd ki, mert a kutya ugat! Á, szóval nem tudsz kinézni! Nem, mert félek a sötétbe. Fész a sötét, ugye, és akkor rózsiktól jöttél. Akkor nem, mert Rózsi kikísért. Na menj ki, mert olyan duvasztok az ennek adat. No! Hát egy ajtón nem tud kinézni, jaj, ember. Gyere, húzd le magad, gyere. Mit csimbez, mit csimbez, Simón? Hát te gugult ki a kabátomat, no. Adj ide a kecsüt, na vegyem el! Mit nézel te, mit aldigálsz? Mit nézek, na? Szerelj, Ani, két székek, akkor majd lejjenek! Mit
Kraci, mert egyszer a lányomat pásnálom, mit kraci? Hát, úgy jön, hát, hogy pássam! Hogy pássam, hogy pássam! Gyere, komoly, segít, mi van? Adj, elteszem, komoly! Hé, komoly! Na, mit csináltok? Józsi, te! Hát, hova ültetek? Ha bár arra lenne átad, hogy ülj az asztalhoz, te! Hát a komár nem tud ülni a széken, te! Jó, mit mond, mit mond? Azt mondja, hogy ők az asztóhoz! Gyere, gyere, húzza a félnél! Na, nem tud magadok, megállj! Rakd el innen ezt a pimpót, megszentéltet, mert sosől, és itt van a harmat egy disznyót öltünk. Ki kell zárakjuk, fiam, az is tolkodott, hogy igény. Hol ne tekom a teszívómat, a kóluzé. Na itt most az almának vége. Egyetig azt kiveszek, rég nem volt nekik a csifló. Az most mit megeszi az a nagy étű? Hol ne tekom azt találtuk, a picivel féreg van. Féreg van-e? Hogy néz ki, te valaki van és az almit az asztal közepénből? Ó, azok jó ágyba! Az most mit megeszi? Tudod mi a nagy éti? Ha egyen! Egyen, na ne félj, csak menjenek el, ha meglátod, hogy mi lesz. Hova indultál látad? Hova keperegsz te? Hova, hova, ha bár arra lenne, ha ide tudtak jönni, akkor dösd nekik valamit, te jó! Esjé! Mi van, na mi van? Gyere ide, né! Na, mi van? Hozzá a két porot, egyet nekem, s egyet a komal! Jó! Látod, de komal, hogy megy a porok itt? Erre nem fajna, hol? Hát, most mondom, hogy viszik, hát elsze itt nem volna. Megmondtam, hogy kettőt hoztál! Messze, na messze! Hova indultatok, fiáni? Hova mész te? Hova, hova? Hát tudod, a minyú meg mű, és egy pohár el a komasszony. Látod, de komaszeket nem kell inni. Hé, hey, te iszó! Hát a komasszony hívott, hogy mű esedjünk meg egy pohárkal. Kezd el inni, mert aztán a neves tudom, hogy mit csinálunk. Én nyomásom volt, vagy? Jó, jó. Ez legalább, jó? Jó, jó, így jó. Töltök, komár, töltök, ne félj! Add ide azt te csinálj, a kováit, te tedd vissza, te! Ő, te pata mondjam be! Na Isten éltessen, Mari! Rég, hogy nem tudtam bemenni hozzád, mert fáj lábam, s nem tudok járni! De aztán gyere le! Már a múltkor es vártalak! Vártalak? Gyere le, ugye? Gyere le! Add el, hogy menjünk haza, mert a testet mi nem teszed már elő! Helyes! Elsie! Mi van ma megint? Új, gyere csinál! Ó, menjen! Menj, hozz ki a kamrából a táskát, mert a koma hívó disznyótán is a kések benne vannak. Ezt nem tudod kihozni, na! Ha menj, olyan mat a porakét, nem így mentél, na! Nem, nem! Többet ne igyal, na! Ülj a delené! Az ember, hogy így felállhagyjon! Hogy ne érezni jó magát, mikor van, amit inni? Gyere ide, na húzza a fél, na! Megmondtam, ne igyal, anyu! Hozzá sem tudom, vázát, komasszony! Nem, ugye, nem, ahogy... Egyszer ott fel a kabalkot, mit rá? Hozom, hozom, hozom! Ne kis kabaltod van, te komasszony! Miért nem mozdulsz, te? Nem csinálom! Segélj a komának, te! Jó, jó, jó! Hadd ide a kezed, egy nap! Mit rá, ciba, te? Leszakoltuk a kezem, jó! Jutt elég, komálnak ezeket! De ott annyit nem vagyok, az oda vagy valami állít, jó! Nem fiat, komál! Vigyázzatok, komoly mentek hozzá, valami nagy elős! Megkísérj ki, te! Én előbb mi kéne, ki menjek, te! Menjél, te! Szerusztok! A nagykorosítás ünnepsége ma már hagyományjá vált, igen méltó, a fiatalság, a nyíló és erőben egyre szaporodó emberi élet egyik legszebb küszöbje, hadd mondjam pillanatom. Rendszertől, politikától függetlenül divatban volt, hiszen mindig voltak és vannak induló életek, tervek és álmok, megáldott fiatalok, akik dicsőséget hozó tevékenységükkel már anyák, apák, magyar társadalmunk, vidéki magyar közösségeink megbecsült elemei.
Tele van az alkalom izgalommal, elszántsággal, kérdésekkel és kérésekkel, hozzáállással, odaadással és egymásra figyeléssel, mert csak ezt teheti sikeresé a 18. év küszöbén álló fiatal. A szallagot életetek azon szakaszában tűzzük fel nektek, amikor fontos dolgok kezdődnek el, de viseléséhez bátorság is kell, mivel hamarosan ismeretlen utakra léptek, de tudnotok kell, a sikereken túl csalódások, kudarcok és megpróbáltatások is keresztezhetik útjaitokat, melyek azért vannak, hogy erősítsék jellemeteket és segítsenek, hogy megismerjétek saját képességeiteket, és magatokba bízva fogjatok neki jövőtök alakításához. Jusson eszetekbe Vörös Marti szavai, melyek így hangzanak, gondolj merészet és nagyot, és tedd rá az életét. Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. Szüleiteknek, tanáraitoknak, nagyszüleiteknek, falustársaitoknak, barátaitoknak meg kell megköszönjétek, hogy a felívelő pályán idáig jutottatok. Imád és magatokba való zárkozást követél tőletek ez a szép életkor kapujának való érkezésében. Előre hát, kedves fiataljaim, és jegyezzétek még, hogy a nagykorosítás már országunk törvényeinek magasabb fokú tiszteletben tartására követeli meg tőletek. De felelni felnőttként tetteitekért, nagy-nagy akarattal belépni a felnőttek sokszínű és sokarcú világába nem könnyű, de szép és nemes felület. Segítsen titeket ebben az Úr, saját akaratok, törekvésvágyatok szerint, és mi kezet nyújtunk, és segítünk vágyaitok elérésében. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home, or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh baby, won't you save the last dance for me. Nemrég olvastam valahol, hogy az lenne a legjobb, amiután eltelik ugye egy kis idő az ember életében, hogyha hátrahúzódunk és
nem akarunk mi cselekedni föltétlenül, nem tesszük mi a dolgokat, hanem hátrahúzódva hagyjuk azt, hogy a dolgok megtörténjenek. Akkor, amikor 8. osztályfőnök voltam, és búcsúztattam ezt az osztályt, készültünk egy műsorral. A szerepeket már tudták, de valami történt utolsó pillanatban, és bedobták a törülközőt. Akármennyire ragaszkodtam és szerettem azt az előadást, elmaradt. Akkor elfogadtam, elég szomorú szívvel, de éreztem, hogy most ezt kell tennem. És olyan nagyon-nagyon örültem, amikor valamikor októberben már egyszer csak betoppantak a volt 8-osai, és felkértek, hogy segítsek nekik, hogy megtartsuk azt az előadást. Persze, hogy örömmel vállaltam el, titokban már akkor örültem, hogy akkor mégis összejön, és olyan lelkesen, olyan kitartóan dolgoztak, és annyira benne volt ebben a közös munkában minden, ami úgy róluk, erről a korosztályról szól. Benne volt az, hogy tényleg szeretik, ha az ember félreáll. Jó, kell az, hogy itt legyen, de feldíszíteni a termet, azt ők tudták a legjobban. Mindent, amiben próbáltam beleszólni, az mégis az maradt, az a változat, amit ők akartak. És végül erről van szó. Ez most az ők napjuk. És hátrahúzottam, és hagytam, hogy ez az előadás ilyen legyen, ez a terem ilyen legyen, mert hogy ők ezt már képesek voltak megtenni. És azt mondom most is, hogy olyan gyönyörű dolog az, hogy megmaradt itt ez a szokás, és nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig fog tartani, mert úgy érzem, hogy ebbe a világba, amikor tényleg minden régi korlát ledőlt, és annyira szabadok lettek a fiataljaink, hogy lassan már nem tudják mit kezdeni a nagy szabadsággal, hogy vannak még a faluban ilyen szokások, amikor összegyűlhetünk ünnepelni, és amikor ők megmutathatják azt, hogy maguktól mire képesek. Óriási nagy öröm volt számomra. Volt olyan alkalom, hogy kicsit szomorú voltam, és csak úgy beléptem próbára, és feldobódtam. Tényleg nagy-nagy szeretettel, és ez egy közösség. Tehát ilyen egy közösség. Vannak, akik húzzák a szekeret, vannak, akik mindig itt voltak elsőnek, begyújtottak, és mozgósították a többieket. Vannak, akik nehezebben mozdultak meg, de végül veszekedések, és tényleg bámulatos egymásra figyelés, csodálatos közösségi munka árán született meg ez a mai esti nagyon szép produkció. Nagyon érdekes írást olvastam nemrégiben, és arról szól, hogy 4 évesen azt mondja a kisgyermek, hogy anya minden. 6 évesen azt mondja, hogy anya csodálatos. 10 évesen anya mindent tud. 14 évesen anya nem is tud mindent. 16 évesen anya nem tud semmit. 18 évesen azt mondja, anya ódivatú. 35 évesen azt mondja, jó, de kérdezzük meg anyát előtt. És 75 évesen azt mondja, hogy remélem voltam olyan, mint anya. Arisztid fut körbe egy piramis körül, és nyomában egy oroszlán. És fut, mögötte nyilván az oroszlán, és Tassilo oda szól, hogy vigyázz, mert mögötte van az oroszlán. És Arisztid azt mondja, hogy nem baj, van egy kör előnyöm. És ez egy ősi, emberi szituáció. Futunk, nyomunk benne az oroszlán, millió nálunk hatalmasabb erők, örök, öregség, halál és így tovább, de van egy kör előnyünk. És az a kör előnyünk az, hogy emberek vagyunk, és szellemileg távolságot tudunk teremteni önmagunk meg a világ között. Nem tölt el teljesen a rémület,
Képesek vagyunk arra, hogy gondolkodva számot vessünk életünk tényeivel, a ránk rontó veszedelmekkel is sem. És Provász Kottókárnyom már mondom, hogy van kétféle nagy korszak. Az egyik nagy önmagában ez a kifejlett erők, az érvényesülő tehetségek hatalmában, vagy azt is mondhatjuk a már hatalmasoknak a hatalmában, és a másik nagy, mert a jövendő nagyságnak és boldogságnak rakja le alapjait, és mindkettő nagy kötelességeket teljesít. És a ti életetek ez utóbbi értelemben mondható nagy korszaknak. Nagy, mert nagy kötelességeket teljesít, nagy, mert a jövendő az erőteljes csernátoni élet alapjait rakja le. És ennél nagyobb művet itt Csernátonban nem is lehet elképzelni. Tehát fogjatok hozzá ihlettel, s maradjatok meg benne kitartással, ihlessen az Isten, s erősítsen a törhetetlen kötelességérzet, s legyen tehát az elkövetkező korszakotok, ugye a nagy kötelességteljesítés korszaka, s dolgozzunk benne serényen, szebb, biztatóbb jövendőnk alapjain. Isten éltessen titeket! 5 éves voltam, amikor anya azt mondtam, hogy a boldogság a kulcs az élethez. Amikor iskolába mentem, megkérdezték, hogy mi akarok lenni, ha felnövök. Azt mondtam, hogy boldog. Azt mondták, hogy nem értem a feladatot, én pedig azt mondtam, hogy nem értik az életet. Kedves szülők, nagyszülők, keresztszülők, meghívottak. Kedves ünneplők és ünnepeltek. Ünnepelni készülünk. Bizony ünnep van, s ahogy ilyenkor szokás, kicsit visszatekintünk. Sok furcsa érzés kavarog most bennünk. Annyi izgalmas pillanatot éltünk át, próbákat kellett kiállnunk, de mindig szerető közegben voltunk. Most egy újabb küszöbet léptünk át, amit itt most ez a szalag képvisel. A szalag figyelmeztet arra, hogy életünk egy új fordulóponthoz közeledik, amelyet támaszok nélkül nem fogunk tudni teljesíteni. Mérföldkőhöz értünk mindannyian. Új ajtók nyílnak meg előttünk, amelyen áthaladva új lehetőségek is. Úgy értem, hogy a bálintha csak borító, a tánc csak jelkép, a zene is csak jelhet. Egy dolgot viszont nem értek. Talán nem is akarok megérteni. Hogy miként tárt el ilyen hamar ez az időszak? Megszeppentünk, hiszen mindannyiunk számára új ez a helyzet, és nem is tudjuk biztosan, hogy mit hoz a jövő. A szalagot hordani bátorság kell. Hamarosan ismeretlen utakra lépünk nagy reményekkel. Nem tudjuk, és nem is tudhatjuk, hogy álmaink beteljesülnek-e, a sikerhez vezető út tele van akadályokkal és kudarcokkal, amelyek azért vannak, hogy megerősítsenek minket. Bíznunk kell önmagunkban, hiszen életünk azon szakaszában vagyunk, amikor jó döntéseket kell hoznunk, és küzdenünk kell megvalósulásukért. Ez a mi napunk. Igen, ez a nap rólunk szól, csak rólunk. Erre a napra sokáig kell majd emlékeznünk, mert ezek az emlékek azok, amik örökre összekötnek minket. Hálával nézzük végig a számunkra oly fontos emberek arcán, és látjuk, hogy ugyanazt a szeretetet kapjuk vissza, amit adunk. Köszönjük szüleinknek az eddig nyújtott szeretetet és törődést. Köszönjük, hogy mellettünk állnak és támogatnak minket. Köszönjük nevelőinknek a sok segítséget, a fáradtságot nem ismerő munkájukat, hogy kitartoztak mellettünk. Köszönjük mindenkinek, aki megosztja velünk ezt a szép napot és velünk ünnepel. Egy Bertolt Brecht idézettel szeretném zárni szavaimat. Egyszer mindent elér az ember, azt is, mi most még messze cél. Csak küzdj és áldozz, ne csükkedj el. Győzedelmed lesz a hősi babér.
Annyit nem magyarál. Te pappogy, vagy mi vagy? Nem úgy, hanem. A születésem az egy téglavetőhelyen történt, mert plazmáronnal vettük a téglát, és ugye ott hiába voltunk Nagyborosnyai a Kovászna megyéből, de odaírtak be, mert ott születtem plazmáron, csak vettük a téglát, mert szüleim is hova foglalkoztak, a déd nagyapám és nagyanyám is hova foglalkozott, és így aztán ugye lassacskán öröklődött, mert nem is tudtak kiiskoláztatni, hogy hát csináljunk érettségit, vagy egyetemét. És ugye ebb volt nekünk a főmunkánk. A mezei munkára hazavittünk a téglavetésből, akkor elmentünk mezei munkára, pityókaszedésre, meg cukorépa betakarításra, de a fő munkahelyünk a téglavetés. Na, fi! Na, hova nyomjad? Na, oda! Bácsú! Mi a kis? Oda nyomjad már! Nem, nincs mi nem, felmászik! Nagyon korai a cigányoknak a háromszéki megjelenése. Levéltári források adatai alapján már az 1400-as években kisebb hullámokban bejöttek Moldva és Havasalföld irányából, elsősorban Brassó fele, onnan pedig Háromszék irányába terjeszkedtek. Olyan mesterségekkel foglalkoztak, amelyeket a székely falvakban nem űzött senki, ezért szívesen látott vendégeknek számítottak, és a falvak határaiba egy-két család meg is telepedett. Nagyborosnyón jelenleg azt hiszem a megyében a legnagyobb számban foglalkoznak téglavetéssel. Akik kifejezetten téglavetőknek számítanak a faluban, az egy olyan 10-12 család lehet. Kell csinálni oda egy kutót? Megyek. 10 perc. Amen, Adriáért szerepelre? Nem. Természetben jelenlévő vizet használják fel, általában az ilyen téglavető gödrök mellé, ahonnan kitermelik a földet. Ott egy ilyen kisebb méretű, még mélyebb gödröt ásnak, ahová összegyűl az esővíz. Na, nincs ideig. Fala falibál, legyen legalább. Fala homok, fala agyok. Homok is kell beliámat, akkor tudja azt az anyagot, akkor géppel lát csak össze, hogy cibjákolni, annyira összemorzsolni és annyira megcsinálni, hogy abból téglát lássen bátni, ezért kell palás palát. Akkor kapából, sárcsináló kapából, amit csákán kapának nevezünk, ahol kétszer egy matutat átfogatni, akkor átkaposni, és akkor úgy hagyni legalább 8-10 órát, hogy az magába érjen az a sár. Másnap, amikor neki kezd téglavetni, akkor még egyszer átvágja, de hát szép békonyon, másfél centi, két centi vastagságban azt a sárt, talicskára rakja, úgy hordtuk a sárt, egészen a téglavetőpadig. Betették a formába, de hát tesznek bele vizet a formába.
a padot is levizezi, hogy az a tégla szikuljon, az a szár nem maradjon a padon, akkor abba, amivel megy a formába bele a tégla, így a tenyerével, így a markával egy kevés vizet beléjár, és akkor meggyúrja azt a formát, tudja. Mind a négy sarkot álljen ki, de hát ugye megvan neki a négy sarka. Egy komoly nyomás, egymás után még kétszer is, hogy azt a téglának a sarkai legyen rendes, ne legyen likatos, vagy nem maradjon üresség a formába. Az a forma, azt álljen meg alól úgy, mint fejjel, egy forma legyen. És akkor van az a levél, ami rája jár, megfogja, leveszi, kivisze a sorba. Melyik aztán milyen téglavető volt. Volt olyan nő is, hogy vetett 1100-1200-t, volt olyan nő is, vetett 1500-t, volt olyan nő is, melyik vetett 7-800-t. Inkább a nők vették formából a téglát, aztán voltak olyan férfiak, hogy kisegítették a nőket. Ahogy kitesszük a formából, úgy ott maradt 24 órát, ott maradhat 20-at is, vagy maradhat 48 órát, és az idő mondja meg. Ha olyan száraz az idő, akkor az a tégla könnyebben szárod, és minél hamarabb bangétba kerül. Ha pedig olyan nyírkas idő van, például még ez is közben, és jó idő is, akkor kell legalábbis 48 óra, hogy a földön maradjon, és 48 óra után kerül bangétba, szárítóba. Már egy megosztom, felszedítem. Nekünk dolgozni kell a rabó. És akkor bangétban ül, ha mondom, a száraz az időjárás, akkor ül 3 hetet, 1 hónapot. Minél szárazabb a tégla, annál erősebb és jobb. És viszont a második, annál kevesebb fát vagy szenet fogyat. Bálinkás, jó napot! Jó napot, Gyergyecske! Olyan jól álltál, jó? Hamar álltál. Igen? Ja. Dehulát. Ajánlok. Ha? Mi? Bácsi, gyújtunk ebbe? Nem, fia? Mámmal tüzet talán bele, illet égessünk. Nem, három óra felé. Gyújtunk a tapasztal, színjál meg le. Jára, fiá, megtapasz. A szárítóból bekerül katlanba. Minél nagyobb a katlan és minél több tégla van benne, annál jobban meg tudja égetni saját magát. Általában a láng, az kell legyen. Fenyőfa volt a legjobb, amivel tanultunk édesapámiktól, voltak ilyen régi csürő kis tálók, lebontottak, ugyanis azok a száraz bornák, hát az olyan lángot adott, hogy csak ugyanába kíválság volt, nézze. Legalább 2 méter fa, 3 kell bükfa is, hogy azt a szintet adja meg a téglának. Mert kell ahhoz egy kicsi színes, nem maradjon fakon, vagy nem maradjon van, fél piroson, hanem legyen szép piros. Az a hőségtől az a négy sortégla, az egyik amást égeti át.
Mert a tűz az örökkétig ott maradt hájban, nem a fának a tűze menjen fél végig abba a húszszoros katlamba vagy kemencébe, mert hát tessék elképzelni, hogy a fekete téglából, fekete földből egész piros lesz, hát ott van egy kicsi hőség. Na. Este a békerész a tűzbe. És a tégla éget észnek, hogy rendes, jó piros téglát és jó minőséget csináljon, legalábbis kéne a régi időkben megbót a három nap és három éj. Ha rendesen égette három napot és három éjjelt a téglát, hogy rendes jó minőség legyen, kellett másfél méterhez. Egy ezért téglához. Hát mire? Nem vagy csikának a szerencsét! Azért nincsen van nagyjából a téglabát is, hogy nagyon drága az üzemanyag. Most egy méterfa ugye legalábbis a bükfából 1003, szóval 120 láj, 130 láj, egy méterfa. És akkor még a kivetés, még a szárítás, ez az annyiba kerül, hogy nem éri meg. Elmegyen nem. Nem megy rá. Meghaszítsunk el. De bírja, megbírja a kitortot. Nem pudrigás, nem. Dillóskó. Régen Nagybrosnyó itt a mi községünkben kiment 700 ezer, 800 ezer, 1 millió tégla is. Ameddig voltak a téjászek. Ugye a téjászek félbomlottak, úgy aztán kezdett bomolni a téglavetéses. 90-től árafele. 90-től árafele már egy évesen mondhatok olyant, hogy volt 7-800 ezer tégla. Csak 500 ezer, 400 ezer, 300 ezer, így lefele, így lefele. Úgyhogy most az utolsó 2-3 évben 150-200 ezer téglánál több nem betűnt. Sajnos a felvásárlópiac mostanában nem tud olyan mértékben jelen lenni ezeknek az életében, hogy biztos megélhetést tudjon nyújtani, ezért ezek az emberek folyamatosan rá vannak szorulva az állami segélyekre és egyéb forrásokból származó jövedelmeket is próbálnak megfogni. Egy katlan téglát kivetett például azért téglát, az egy fejös tehennek a záró, vagy egy jó malacos, tíz malacos bőjének. Tízezért téglát úgy számítson. Sose lehet tudni, hogy melyik faluból jönnek, az akar egy házat építeni, a másik akar egy istálót építeni, kell 5000, vagy kell 4000, vagy kell 10000. Egy olyan anyag, ami nem károsodik el. Arra szükség van, ha manát megveszik hónap, ha nem hónap, hónap után, de 4-5 éves téglát kemencébe vagy katlamba, hogy mi nevezzük, nem kap. Amondó vagyok, hogy annak ügyekezzenek, ha itt a megyénkben, ha akármelyik megyében dolgoznak, hogy minél jobb minőséget csináljanak, mert akkor keresbe lesz a tégla. A 2010-es árvíz az döntő szerepet játszott a vízügy életében, tehát megmutatták a kis patakok, hogy mire képesek, és akkor ezt nagyon gyorsan orvosolni kellett. Hát 2008-ig jó részt csak egyetlen egy munka ment, ami egy három megyés beruházás volt, és magába foglalta az Oltot, a Fekete ügyet és a fontosabb mellékfolyókat. Tehát ezek majdnem mindenki a megyében tudja, hogy parterősítések voltak. A tavaly 136 milliárd régi lejre végződött sürgősségi munka,
és az idén a 2006-7-ben elkészített tanulmányokat sikerült valamennyire finalizálni, egy részükbe elindult a beruházás, a többi az most van jóváhagyás, illetve licit alatt. Ezt azért jó részt köszönhetjük annak, hogy van egy magyar miniszterünk, van egy országos magyar igazgatónk, és még a regionális igazgatónk is egy jó magyar ember, aki segíti Kovászna megyét. Függetlenül attól, hogy milyen színezetű a vezetője a falunak, ahol gond volt, tehát a víz nem politikailag folyik, mi próbálunk technikailag kielégíteni az igényeket. Felső Háromszéken, Tórján, Berecben, Gelencén és a Kászonpataka felső folyásán dolgoztunk. Orbai széken Kovásznán volt egy munkálat, Erdővidéken, Olaszteleken és Bölönbe folytak munkálatok, a Debren kitakarítása volt, és 18 áteresz, amelyik hibás volt, az mind megjavítódott, tehát a vízügy keretébe tartozó átereszek most mind működőképesek. Az idén beindultak a régről megtervezett, alaposan előkészített tanulmányokkal bizonyított és behatárolt dolgok. Van egy részük, amelyikek kormánypénzből finanszírozódnak, a többi, tehát van egyetlen egy, ami nem indult el, még a Kászonpatakának Szárazpatak és a Fekete-ügybe való beömlés közötti része, az európai pénzből lesz finanszírozva, ennek sokkal nagyobb az ellenőrzése, de már ez a beruházási terv is átment abszolút minden európai uniós ellenőrzésen, úgyhogy most már az utolsó lépés van, a szerződés aláírás, és reméljük, hogy tavasztól finanszírozás és kezdődik a munka. Ez egy nagy beruházás, a tervbeli értéke 170 milliárd régi lej, most a licittől függ, hogy majd mennyiért lesz ez kilicitálva. Ezen kívül most nagyszabású munkálatok folynak a Barót-patakán, a Páva-patakán, Zabolán, a 121-es úttól lefele és fölfele, ahol 2010-ben 4-5-ször is elöntötte a falut a víz. Kovászna-patakán a helyiek úgy ismerik a Sziklánál, ott komoly parterősítés, mert ott csúszott a talaj, tehát az a munkálat is 60%-ban már kész van. Dolgozódik a Bölöni hídnál, amiről mindenki hallott, ugye a 2010-es árvíznél 4-5-ször a falut elöntötte a víz, a Bölöni híd megrongálódott, az az egyik fő bekötő útja Erdővidéknek, és ilyen formátumban fennállt a lehetősége, hogy egyrészt Erdővidéknek szinte elszigetelődik. A megyei tanáccsal közösen mi megoldottuk a parterősítést a híd környékén. Ez a munkálat is elég jó ritmusba megy. Saját költségvetésünkből kitakarítódott a Csernáton pataka, és terve van véve az Osdola pataka és a Kőris pataka, ez saját költségvetésünkből, tehát az Olt vízügyi igazgatóságnak a pénzéből vonának ezek a munkák terve véve. Az a nagy beruházás, amiről az elején beszéltem, az Olt program keretében a három megyés beruházás, abból is kapott Kovászna megye, tehát egy harmadát a beruházásnak, tehát arányosan, tehát ez 15 km pataktisztítás jelent. Ennek keretén belül, ha minden jól megy, jövő tavasszal Tórjapataka, Kézdi vásárhely között és egészen fél Tórjából a kijövetelig, kitakarítódik, Csernáton pataka folytatólagosan lefele a falutól egészen a beömlésig, és egy rövid szakaszon, ami elmaradt egy régi beruházásnál, a Dobolló pataka és a Falu pataka Dobollón is megoldódik. Én úgy gondolom, hogy ha ezek a beruházások lemehetnek, Kovászna megyében 90%-ban a vízügynél levő patakok gondjai 10-15 éves futamidőre orvosolódnak. Egy gond van, ami eléggé aggaszt, hogy van egy 137-8 kilométernyi gátszakasz, ami a talajfeljavító vállalatnak a tulajdona, ők építették, és a hozzá járó patakszakaszok is náluk voltak, eddig ők takarították, amennyire tudták, tehát nem volt nekük gépjük,
Sajnos elég rossz állapotban vannak ezek a munkálatok. És januártól úgy néz ki, hogy a vízügy ezeket az árvízvédelmi munkálatokat átveszi. Na most azon kell dolgozzunk jövőre, hogy egy kis pénzt szerezzünk, vagy valamilyen beruházást oldjunk meg, mert mindenki tudja azt, hogy Borosnyó, Barátos környékén, amikor egy kicsit nagyobb eső van a Kovászna patakán, mindig gond van, az Esztelnek patakával mindig gond van, Szászfalut, Sárfalvát elönti, tehát ezeket a gócpontokat kellene jövőre orvosolni, valamennyit saját erőből be is tettem a jövő évi tervünkbe, amennyihez nekünk is kapacitásunk van, reménykedünk, hogy jövőre is össze tudunk hozni egy-két beruházást, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Minden esetben zökkenőmentesen ment az önkormányzatokkal való kollaborálás. Minden polgármester tudja, mind a helyi sürgősségi egyesületnek az elnöke, vagy csoportosulásnak az elnöke, hogy végül is az ő gondja is a településnek az árvízvédelmi problémája. Általában segítettek, egyetlen gondunk volt Baróton, de az is egyeztetés után megoldódott. Egyelőre a gazdákkal az együttműködés az jó, tehát mondhatni mindenhol beengedtek a területekre. Igaz, hogy a Barót-patakán még nem értünk be a beltelkekre. Az egy kicsit kényesebb dolog, mert szűk kertek, szűk helyeken kellene dolgozni. Meglátjuk jövőre, hogy hogy alakul, próbálunk már előre egyeztetni. Én remélem, hogy mindenki belátja, hogy ezek a munkálatok gyakorlatilag a helyi közösségért és az ott lakó emberekért is vannak. Tehát nem csak azért van, hogy a vízügyes igazgató nyugodtan aludjon, hanem azért van, hogy a helyi embereknek a pincéjük ne teljen meg, vagy rosszabb esetben a házukban ne menjen be a víz. Remélem, hogy a karbantartási munkálatoknak 70-80%-át a vízügy fel tudja vállalni magára. Tehát ha megmarad a mostani struktúránk, egy kicsit feljavul a gépparkunk, ami most már kezdett alakulni, sikerült szerezni új buldoeszkavátort, nagyon modern buldoeszkavátort. Úgy néz ki, hogy a héten jön egy teljesen új, nagy kapacitású buldózerünk, és ha minden jól megy, tavaszig minden városba működő csoportunknak lesz vadonatúj autója, kicsi, tehát 6 személyes és teherszállító, tehát amivel ők is akár betont, akár egy szerszámot tudnak vinni, ki tudnak menni. Lesz új eszkavátorunk is, tehát ez azt jelenti, hogy a 30 éves technika mellé jön egy kis új is. Az embereink azok nagy tapasztalattal rendelkező gépészek, csak nem mindent tudtak megoldani egy régi géppel. Ha most lesz jó és új gépünk, akkor én remélem, hogy olyan 80%-át át tudjuk vállalni a karbantartásnak. Az a 20%, ami elmarad, ott van szükség a lakosságra. Nagyon sok helyen a lakosság annélkül, hogy valaki valamit mondjon, levág két fűzfát, cövekeli, megrakja a háta mögött, és ez a gyakorlatilag kis patakokon a legjobb partvédelem. Tehát ez, ha megfogant a fűzfa, az utána tartja a partot, mikor egy kicsit kezd öregedni, akkor székbe, ami azt jelenti, egy méter, másfél méternél le kell vágni, hogy a korona ne húzza a gyökeret bele a patakba. A lakosságtól inkább az a kérésünk, figyelmeztessenek, ha gond van. Ha minket tudnak, akkor minket, hanem akkor az illetékes tanácsot, tehát az ott a falusi tanácsot, és akkor a polgármesterek majd tolmácsolják a dolgot. Azért, hogy minden évben, mi körülbelül szeptember-októberben készítsük el a következő éves tervet, hogyha nekünk szeptember-októberig bejöttek a gondok, tehát tudjuk, hogy mi van, hol van azon kívül, amit az én embereim látnak, akkor én a következő évi tervbe be tudom tenni, és a következő évben már tudjuk orvosolni. Ha pedig sürgős közbelépés kell, akkor is az ember, ha tudja, akkor gyorsan közbe tudunk lépni. Nem sok ez az ember létszám, ami van, de olyan 10-12 ember minden városban, munkásunk 10-12 minden városban van. Az azért, hogyha csoportba megy, sokat meg tud oldani. Hogyha ebben a ritmusban tudunk haladni még egy évet a beruházásokkal,
akkor tényleg a Kovászna-megyei patakokon látszatja lesz, és én remélem azt, hogy az intézményünk lassan-lassan oda tud jutni, hogy az emberek is tudják értékelni a vízügyet. Tehát azt szeretném, hogy ne egy haszontalan intézmény legyen, ahol egy építkezésnél elvesznek még 5 millió lehet az embertől azért, hogy engedélyt adjanak, hanem egy olyan intézmény legyen, amelyikre felnézzenek az emberek, és ha gond van, akkor tudjunk közbelépni. Az egyik legnagyobb felsőháromszéki munkálat a gelencei munkálat. Azt mi a felsőháromszékiek tudjuk, hogy Kézdivásárhely valamikor a Gelence patakából volt építve. Nagyon jó minőségű sóder van most is a patak alján. Ennek köszönhetően annyira lemélyült a patak, hogy bizonyos helyeken már a kártek dőltek be. Tehát nagyon szükséges volt egy nagy kaliberű part erősítés a Gelence patakára. Ez a munkálat most elméletileg a gelencei embereknek a gondját meg fogja oldani. Tehát az egész 6 kilométeres szakasz, ami belterület, a szükséges helyeken parterősítés lesz, és ahol nem lesz parterősítés, ott is egy minimális patak szabályzás lesz. Ezt mindannyian nagyon rég várjuk, keresztgátak lesznek téve, tehát egy kicsit a patak meglassul, és reméljük azt, hogy egy kicsit visszatölti a medret, hogy az aktív eróziók meggátolódjanak. Törvény szabályozza a patakmedrekből a kő, vagy a homok, vagy kavicsnak a kiszedését. Ez elég szigorú. Ettől függetlenül még mindig nagyon sokan kivesznek csak egy-két utánfutónyi kavicsot a patakból. Sajnos ezt nem mindig tudjuk meggátolni. 2000 köbméterig sürgősségi esetekben évente minden önkormányzat kivehet kavicsot az utak javítására. Viszont ha cég akar nagyobb mennyiséget kivenni, arra elég nagy dokumentáció kell, és mindenképpen az engedélyt, tehát minden kormányzatoknak, mind cégeknek ilyen kavicskitermelésre a Vülcsai Oltigazgatóság adja. Tehát ezt helyszínen csak véleményezzük. Az utóbbi években nagyon gyorsan ment az engedélyezés, abban az esetben, ha tényleg, ha jó volt a dokumentáció és indokolt volt a kavics kivétel. Az most, hogyha a bácsi kivesz egy szekérkövet, az évezredeken keresztül így ment, az nem volt gond. Itt akkor van probléma, mikor 10.000-es, 100.000-es köbméterbe beszélek, nagyságrendben vesznek ki kavicsot, hát akkor kezdődik a talajerózió. Mindezek a munkálatok nem valósulhattak volna meg. Borbély László környezetvédelmi miniszter és csapata segítsége nélkül, valamint Dávid Csaba országos vízügyi igazgató nélkül, és nagyon sokat segített rajtunk az Oltmeder vízügyi igazgatója, Barabás László. És persze minden mellett megvolt a fogadó rész is, próbáltuk tenni a dolgunkat. Remélem, hogy rám ismer a mélyen tisztelt ház. Most úr és a jó napot. Most jöttem meg Párizsból, és oly nagy ott a láz, hogy én most ilyen vagyok. Előnyösen hatott rám az helyvel torony, '91-től az minden évben volt szilveszteri kabaré, mind a mellett, hogy évközben is színre vittünk más kabaré előadásokat, de a szilveszteri kabaré az egy hagyomány. Sokszor a Párizsi lett, kétszerre, hogy sír egy pár idéhet. Stux maga jobb, mint a Chevalier, az ember nem látná
A nyakik pálcban, nyilván ez valamit sugal, azt, hogy valaki, legalább valaki mindig pálcban van, de van, amikor többen is pálcban vannak jelenetekben a bóhúzatokban. Aztán, hogy hogyan kerülünk mi a pálcba, hogyan jutunk ki belőle, ha egyáltalán kijutunk, az hát maradjon az előadás titka. Hát én is igaz! Megcsaltak nyomorult, hát! Leo, én esküszöm. Leo! Hát ez tényleg egy oroszlán! Falusi Sándor! De bocsánat, én egy városi retek vagyok! Bóhozatokat nem írnak, jeleneteket írnak, de vagy politikai célú jelenet, vagy pedig vulgáris dolgokat tartalmaz, obszcén kifejezéseket. Ebben is van pikantéria, de ez mindig olyan kétértelmű szavakat enged meg magának az ilyesfajta bóhozat. Én magától valami mást várok! Más? Kérem, magyar a bokor! Tündérke! No! Mennyország! No! No, hát szóljon, ha Jenny! Ugyanebben a vágányban szeretnék maradni a klasszikus bohózatok mellett, hiszen ezeket nagyon szeretjük, nem csak mi, hanem a közönség is, és lassan kifogyó félben vannak már ez a bohózatok, hiszen 21 néhány éve kijátszottunk rengeteg ilyen bohózatot, tehát egyre nehezebb találni, de most szerencsés helyzetben vagyunk, mert a jövő évre is készen vagyunk már az anyaggal. Én egész nyáron azzal foglalkozom, hogy bohózatok után kutakodok, olvasok, és szeretnénk emellett maradni, mert ez időtálló, ez a mindennapi életben megtörtént dolgok, tehát ezt szereti a közönség, és továbbra is emellett szeretnénk maradni. Vásárhelyen most következik a 9. és 10. és már rég nincsen hely, de még pótszék sincs a hétvégére a 9. 10. otthoni előadásra, vagy teszem azt, Sepsiszentgyőrre megyünk 2 hét múlva, és már az utolsó jegyeket árulják, már be kellett tenni még egyet februárba. Úgy szintén ide is visszajövünk február 22-én, igen. Kimondottan amatőr társulatként indult a Haota, és most ott vagyunk valóban, hogy tulajdonképpen szinte mindenki tényleg vagy a gyerekszínházban dolgozik, vagy a nagyszínházban dolgozott, vagy végzett. Tehát azóta keményen kicserélődött a társulat, és jó irányba. Például most az idén Kis Andrea személyével újult a társulat, ő tavaly végzett a színművészeti főiskolán, és most így a 20-as évek generáció és a fiatal generáció is be van töltve. Hát nagyon szép ez az elmúlt 20 év, és én ilyenkor azt mondom, hogy többet kaptam, mint amennyit vártam. Én azt mondom, hogy a Jóisten sokkal többet adott nekem, és ugye a társulatnak, mint amit én valaha is elgondoltam, hiszen akkor, amikor alakult a társulat, a 80-as években ugye kint játszottunk a Maros partján, az árvízvédelmi töltés volt az ülőhely, az szolgált ülőhelyül a közönségnek, akkor csak annyi vágyom volt, hogy fedél alá kerüljön a társulat legalább egyszer. És hogy valóban most már oda jutottunk, hogy előre elfogynak a jegyek, hetekkel azelőtt megvásárolják, még el se értünk a színhelyre, már is vissza kell menni, tehát hogy ez azért egy nagy fejlődés, de itt meg kell említsem, hogy oroszlán része van az egész sikerben, nem csak a színészeknek, hanem van egy olyan szervezünk, hogy nem hiszem, hogy az országban, legalábbis magyar társulatoknál én nem hiszem, hogy létezik. Még egy ilyen Jakab Zsombor személyt meg kell említeni, mert ide kell egy keménykezű szervező, aki tudja, hogy mit akar, hogyan
mert mi nem adhatjuk el magunkat semmilyen szinten. Tehát ez a kettő egy nagyon szerencsés párosítás, hogy összefort most már a társulat, és mellette van egy nagyon jó szervező, és akkor hát, és a közönség ott van, aki felüdít bennünket, még akkor is, hogyha most például egy picit lerekedtem, és következik a második előadás, egy homeobox megoldja az egész dolgot, kinyílnak a hangszálak, és már is tudom azt, hogy újult erővel alig várom, hogy kezdődjön a második előadás, hiszen ez újra születik az egész előadás. Sokan azt gondolják, hogy valóban unalmas esetleg, hogy a 40. vagy 50. előadás, nem, sohasem unalmas, hiszen a közönség az cserélődik, és mindig van izgalom benne, mert újra teljesen megszületik az előadás, és két előadás nem teljesen egyforma, ezt nem úgy kell érteni, hogy most az esti közönség más előadást lát, viszont a közönség miatt sem, hiszen meg lehet figyelni, hogy ha 50 előadás lezajlik, és mindegyiket felvennénk, nem teljesen egyforma reagálás sohasem. Persze vannak olyan poénok, amit tudunk előre, hogy na itt biztos bejön a nevetésbe is jön, de mindig egy picit más. És más. Nagyon jók a visszajelzések, én nagyon szeretem a közönséget, legszívesebben mindenkit megölelnék, megpuszilnék a végén, csak ez teljesen lehetetlenség, mert a kabarénál nagyon nagy szerepet játszik a közönség is valóban, mert egy kabaré előadást nagyon tud emelni a közönség, és azt érezzük nap, mint nap. Én ezt a retket nem is ismerem! Micsoda? Ezt mered mondani? Na most látjuk először egymást! Igen! Na majd meglátjuk! Maga most lefekszik aludni! Micsoda? Aludni? Igen! Ha maga is álmában a feleségem nevét suttogja, akkor mind a ketten meghalnak! De kérem, én nem is tudom, hogy hívják pirosságát! Nekem nem mondja, hogy nem tudja, hogy piroskának hívják! Na tessék, most mi mondta meg, hogy piros? Elég a komédiából aludni! Kérem, és nem vagyok álmos! Hát hogy képzeljük, hogy egy ilyen helyzetbe tudok aludni? Nekem van idő! Várok egy órát, egy napot, egy heten, egyszer csak elalszik. Én csak otthon tudok aludni, de tudja mit? Hazamegyek, lefekszem, és amikor elaludtam, üzenek magáim. Szüleim műszaki pályára szántak. Akkoriban nagyon divatos foglalkozás volt az autófényező. Új autók, új stílus, és nagyon értettem ezekhez a műszaki dolgokhoz. És úgy gondolták a szüleim, hogy talán a gimnázium után egy autófényező szakmát elvégezhetnék, de aztán váratlanul beköszöntött a Táncdal Fesztivál, és amatőr zenészként elindultam, és egy csapásra minden megváltozott. Úgy, mint mostanában a X-faktor, Megasztárok és a különböző tehetségkutató versenyek, ezeken a versenyeken én is 17 évesen tűntem fel a nagy klasszikus öregek között, és hát egyik napról a másikra megváltozott az életem, mégis lemondtam a autóműszaki pályáról, és elkezdődött a hosszú-hosszú zenei pálya. Szerintem a mai tehetségkutató versenyek csak annyiban különböznek a mi tehetségkutató versenyeinktől, hogy nem ilyen nagy színpompával zajlottak, nem volt ilyen nagy technikai háttér. Ma a televízió és a média olyan szintű
felfújást ad a mostani versenyekre. Nálunk először is úgy kezdődött, hogy egy saját szerzeményt kellett bemutatni, aminek a, ami új szöveg, új zene, új szerzemény volt hangszerelésében, és az énekes gyakorlatilag teljes egészében önmagát adta. Meg kellett komponálni, meg kellett a saját egyéniségét ahhoz a magyar dalhoz formálni, és így aztán ezek a dalokból slágerek lettek. Míg a mai tehetségkutatókon egy kicsit hiányolom azt, hogy mindenki vagy az én dalomat énekli, vagy a Neotonét, vagy a Demjén dalát, vagy a Máté Péter dalát, és gyakorlatilag ugyan ezekkel a dalokkal, attól függően, hogy egy dal mennyire volt népszerű, az egy kicsit őt hozzá segíti a sikerhez. Mi nekünk ez a segítség nem volt meg, mert vadonatúj dalt kellett énekelnünk, vadonatúj szöveggel, a fazont kitalálni, teljes egészében magunkra voltunk hagyatkozva. Ma már persze ennek örülök, mert az élet bebizonyította, hogy a letett slágerek azok a mai napig dolgoznak, évtizedek után is dolgoznak, és talán a mai új felfedezettek, akiknek egyébként szerintem nagyon kiváló hangjuk van, elgondolkodtató az, hogy mi lesz 10 év múlva, 20 év múlva, 30, hova tovább, 40 év múlva, de ettől függetlenül nagyon kívánom, hogy ők is sikeresek legyenek. Mindig is egy romantikus, lírai, poéta alkat voltam. Először próbálkoztam még a 70-es években, hogy rockzenész legyek, vagy ilyen jellegű stílust képviseljek, de hamar rá kellett jönnöm, hogy Delhusa Johntól mindig is a lírai dalokat, és aztán később a mediterrán stílusú dalokat forszírozta a lemezkiadó, a menedzser, és a koncerteken a kívánság műsorokba rendre ezeket a dalokat kérték, ami hamar bizonyságot nyert, vagyis bebizonyította a közönség, hogy nekem ezt kell énekelni. Valójában mindig a közönség választja ki azt, hogy milyen stílusú dalt kedvel egy adott énekestől vagy zenekartól, és ha erre nem figyel, akkor magára vessen. Hála Istennek én figyeltem, egyébként pedig csak úgy lehet hiteles egy előadó, hogyha azt a stílust, amit ő képvisel, abban ő hiteles. Tehát, hogyha egy kemény, kérges kezű, szőrös hangú, borgőzös rocker akar valaki lenni, akkor valószínűleg nem lehet egy reggel 7-kor kelő, tühtig, sportos, precíz ember, mert hamar kibújik a lóláb. Én maradtam a saját kaptafámnál, és mindig azt hoztam, amit elvártak tőlem. Nem tágítottam a mediterrán lírától. Ha ritmikus is volt, hogyha a hangos zene is volt, de a stíluszt mindig megpróbáltam megőrizni. Oh,
ugyanazzal a hittel és ugyanazzal a meggyőződéssel kell énekelni 100 embernek is, mint 10 000 embernek. Volt már erre is példa, arra is példa, például, ha kimentünk a kint élő magyarokhoz, mondjuk Ausztráliába, Sydney, vagy Melbourne, vagy Brisbane, volt olyan hely Közép-Ausztráliába, ahol gyakorlatilag 60 embernek, vagy 50 embernek énekeltünk, de a lelkesedésük annak az 50 embernek, akik Közép-Ausztráliába élő magyarok voltak, olyan ovációval fogadtak, mint hogyha más országban 300 vagy 500 ember lett volna. És mondok egy ellenpéldát is, voltam olyan nagy koncerten is, ahol nem annyira éreztem jól magam, hiába voltam 60 tagú zenekarral, ahol ki tud bontakozni egy előadó, ott érzi magát legjobban. Én egyébként a személyes kontaktust mindig is jobban díjaztam. A sportcsarnokű előadásokban úgy hiszek, hogy személyes varást nem annyira lehet bevinni, mint mondjuk egy színházi vagy egy művelődési házi előadásban. Ki milyen ember? Én nagyon szeretem az akusztikus hangzásokat, és miután a lirai dalaim jó akusztikában sokkal személyesebb a varázsuk. Ha engem kérdezel, én inkább színházas előadótermi előadónak vallom magam. Otthon, hogy mondják, senki se proféta a hazájába. Egy Sylvester Stallone New Yorkban végig sétálhat az utcán, legfeljebb köszönnek rá a Broadway-en, és a Bon Jovi megjelenik Los Angelesbe, akkor megnézik, ugyanúgy integetnek neki, hello Bon Jovi. Ha Budapesten járunk elünk bármilyen áruházba, vagy netán akár előadásra is, sokan ránk mosolyognak, és jobban megszokott az ember a saját hazájába. Ha eljövünk ilyen messze földre, Erdélybe, vagy Szlovákiába, vagy Délvidékre, vagy netán amerikai magyarokhoz, dél-afrikai magyarokhoz, természetesen ott sokkal nagyobb a eufórikus állapot, sokkal jobban örülnek, mert ritkábban látnak. És a ritkábban látott vendég az mindig szeretetteljesebb. Ez persze nem hozza magával, hogy elfogadják a kevesebbet, hanem ellenkezőleg mi egymást stimuláljuk. Tehát amikor én Erdélybe jövök, akkor nagyon sok szemekben felcsillannak a könnyek egy-egy lírai dalnál. Ez persze egyenes arányban bennem is könnyeket vált ki. Ezt én úgy hívom, hogy ha kevésszer találkozol a szeretteiddel, akkor nagyon, nagyon nagy hatást gyakorol rád is, meg a közönséggel is. Én egész kisgyerekkoromtól kezdve látogattuk a déli rokonokat, elmentünk Görögországba, Albániába, Horvátországba, és mikor onnan jöttünk haza, sokkal nagyobb sírás és búcsúztatás volt 800 kilométerről, mert tudják, hogy nem látnak annyiszor. Nem látjuk egymást annyiszor. És ez mindig arra készteti az embert, hogy nem is tudja, mikor látja legközelebb újra a szeretteit. Így vagyok ezzel én az erdélyi közönséggel is, hogy nem tudom, mikor látom őket utoljára, és úgy adom a koncerteimet, mintha most látnám őket utoljára. Persze a szívem mélyén nagyon-nagyon kívánom, hogy ne így legyen, de mindig nagyon nehéz a búcsú. Sokkal jobban érzem azt, hogy nem akarnak elengedni. Sokkal jobban érzem azt, hogy nagyon visszavárnak. De azt is tudom pontosan, hogy el kell menni, vissza kell menni haza Budapestre, a nagyfaluba ahhoz, hogy legközelebb ugyanilyen nagy szeretettel várjanak. És én is ugyanilyen szeretettel érkezzem ilyen hosszú útról. California, people love me so fine. I'm gonna see.
ugyanevő vagyok. Konkrétan nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy mindig megpróbáljak megújulni. Minden évben, minden évjáratban, amilyen országban járok, amilyen földön járok, tájékon járok, mindig nagyon nagy erőkkel arra koncentrálok, hogy valami élményt kapjak a helyi zenékből, és azokból azoknak az embereknek a mindennapjaiból, ahol zenélek. Hiszen minél több zenét az ember begyűjt, minél több élmény részese lesz, annál jobban bele tudja építeni a saját zenéjébe. A slágerlistákat folyamatosan nézem. Amilyen országba járok, mindig hazaviszek lemezeket, CD-ket. De tényleg, ha kérdezhetsz bármilyen környékről, akár Székelyföldön, akár a Hallom Magyarországról az itt élő sztárokat is, akik már messze földre eljutottak, az Inna, ugye, az Ózon, és a többi. De egészen, hogyha megkérdezel, még lemehetünk Bukarest is. Szóval mindenhonnan tudok énekeseket, mert nagyon figyelem és foglalkozok vele. De hogyha világsztárokat kéne most kérdezni, akkor Bruno Marsot nagyon szeretem. Nagyon szeretem Jamiroquai-t, zenekart. Nagyon szeretem Jason Mraz-t, akik valahol egy picit hasonló zenét művelnek gitárral, akusztikus gitárral. És mindig próbálok meríteni. Ezen kívül a gyerekeim is állandóan hallgatják a zenéket, és ezért mindig követnem kell az új irányzatot. Persze egészében nem fordulhatok ki a saját zeném irányából, de mindig egy kis fűszerként hozzáteszek egy újabb hangzásból. Mondok egy példát. A múlt évben volt egy kiállítás Németországban, egy világkiállítás, a hangszer kiállítás, ahová minden évben kijárok, és most is egy teljesen új technikai berendezés jelent meg, egy színpadi vokálénekes berendezés. Annyira tökéletes volt, hogy megrendeltem magamnak, és valószínűleg a következő lemezemen, a következő évben biztos, hogy már használni fogom azt az új hangzást, amit úgy hívnak, hogy 2012. Zeneszerző vagyok, mindig is az voltam, a dalaimnak a 90%-át én magam szerzem, és a dalszövegeimnek körülbelül a 60%-át én magam írom. Már én magamat nem jó dalszövegírónak tartom, mert eléggé leragadok a szerelem, a szeretet, az egység trendjébe, és néha vágyom, hogy egy kicsit szélesebb, kicsit más mezőre is áttévedjek, ilyenkor valamelyik szövegíró kollégámnak, vagy Horváth Attilának, aki a Piramis, a legendás, sok-sok zenekarnak írt, vagy Demjén Rózsinak szoktam szólni, vagy pedig néhány fiatalabb szövegírónak is. Amikor más szerzeményt éneklek, annak olyan szerzeménynek kell lenni, amit én úgy hiszek, hogy az enyiménél jobb. De semmiképp nem fogadok el olyan zenét, vagy olyan szöveget, aki gyengébb zenét szerez, vagy gyengébb szöveget ír nekem, mint az enyémét. Sokszor szoktam feltenni magamnak a kérdést, hogy valamiből talán a másikok, más zeneszerző, más szövegíró jobbat tudna nekem, de mindig ahhoz érkezek vissza, hogy a közönség rendre azokat a dalokat választja tőlem slágernek, amiket én írok, pedig ők nem tudják, hogy melyek azok a dalok. Egy lemezen szerepel 10-15 dal, és azok közül itt is a mai estén majdnem 90-95%-ban a saját szerzeményeim.
A 80-as években, mikor Németországba kiszerződtem a Decca és a Telefunken lemezkiadó társasághoz, akkor egy istállóba kerültem Demis Roussos-szal, a Gumbé Dance Band-del, Goldie Hans osztrák énekessel. Őnekik több szerzeményüket én írtam. Magyarországon a Szűcs Juditnak, a Táncolj még, akkor a János Vitéz film, rajzfilm változatába írtam zenét, Kenguru filmzenéket írtam, és néhány más együttesnek is. Nem jellemző rám, hogy sorozatban tudok másoknak írni, mert az én zenei stílusom egy olyan délvidéki stílus, amit kevesen tudnak elénekelni. Lehet, hogyha itt élnék nálatok, akkor itt több énekesnek írnék, mert itt szélesebb a zenei spektrum, mint otthon Magyarországon. Itt azért nagyon erős behatást adnak a románok is erősen, egy ilyen török, egy ilyen teljesen autentikus etnózenét hoznak bele a zenei stílusba. Én ezt nagyon szeretném, ha így lenne otthon Magyarországon, de Magyarország egy eléggé nyugat-európa, egy ilyen német vonalat képvisel, és én abban nem érzem annyira otthon magam. A 2012-es Azerbajdzsánban megrendezendő Eurovíziós fesztiválra elkészült egy közös dal néhány zeneszerző szövegíró barátommal. 3 nappal ezelőtt fölénekeltem egy stúdióba, és körülbelül 2 hét múlva a zsűri elbírálja, hogy melyik kerül a magyar elődöntőbe, ezt nem tudom. Minden esetre ez egy dalverseny. Februárban indul a RTL show, az I Love Johnny, 2 hónapon keresztül egy főműsoridős, idős, nagy nézettségű sorozat. Bizonyára nagyba meghatározza megint az akkori létemet. És a sok kaland után ugye eléggé sok bolondozás van a sorozatban. Pákóval, tankokkal elfoglaljuk Észak-Magyarországot, és nagy hadviselést folytatunk 16 lány ellen, és akik közül néhány a szívemhez közel nő, és valószínűleg megint egy kicsit könnyedebb stílusba kapcsolunk át, és ahogy a dzsungel után a nagy tömegek elneveztek Delhusza John után John Rambónak, ezután, és a tinédzserek által elhíresültem, mint oltógép, talán azért, mert nagyon nagy volt a szám a dzsungelba. A szabad időmben elsősorban nevelem a gyerekeimet, sok van belőle, és motorozok, nagyon régi motoros, öreg motoros vagyok, a jó öreg Harleymon, hát többször jártam Sepsiszentgyörgyön is, de nagyon nagy távolságokat utazunk a barátokkal, és nagyon szeretek extrém sportokat csinálni, mint hegymászás, persze a sziklamászás része, vagy a mountain bike, vagy a cross motorozás, vagy a vízisíelés, vagy a windsurfözés. Most már ezekben kevesebbre van időm, de talán ha összefoglalhatnám, úgy hívom, hogy minden, ami ki a természetbe, az az én hobbim, az az én szabadidőm, mindegy, csak úton legyek. Nem tudom, mit hoz a 2012, remélem sok új dolgot, és remélem azt is, hogy még nagyon sokat ellátogatok ide Székelyföldre. Azt üzenem a nézőknek, itt Székelyföldön, hogy 2012-ben is szeressék a Delhusza Johnny, szeressék a jó zenét, szeressék egymást, maradjanak egységbe,
és ne higgyenek annak, hogy a tárgyi ajándékok határozzák meg az életünket. Csak az egység, az egymással való jóban lenni, barátságban, szeretetben, családban, és a zene az, ami minket összeköt. Én ezt kívánom 2012-re is, hogy maradjon az összekötő hit közöttünk, a zene. Honest.